Németh Norbert nyárig a Kecskeméti LC játékos edzője volt, ahonnan aztán másfél esztendőt követően köszönte. A KTL korábbi NB2-es bajnoka és csapatkapitánya mostanság a Megye-2-es Hetényegyházán futballozik, közben Magyarország és Spanyolország között ingázik, unalmasnak tehát most sem nevezhetőek mindennapjai. Sokan sok helyen kérdezik, mikor én is megyek a városba, hogy mi van Németh Norberttel, amióta elhagyta a Kecskeméti LC-t. Mi a helyzet Németh Norberttel? Hát igen, régen találkoztunk már viszonylag, hogyha így állunk hozzá a kérdéshez. Történtek változások az életemben. A legfontosabb dolog azt hiszem, ami kihatott mindenre, az az, hogy született egy harmadik gyermekem, és ugye, lehet, hogy valaki tudja, lehet, hogy valaki nem. Nem ebben az országban, ami eléggé befolyásolta azt, hogy egyáltalán tudok-e itthon maradni. Ugye ezen már mostanában túl vagyunk. Hála Istennek minden rendben van. És hát ez olyan jellegű kötelezettséget ró rám, hogy hol azért meg kell felelni. Lehetőleg úgy, hogy azért a helyszínen is legyek. Úgyhogy emiatt változott sok minden. Úgyhogy ezeket a napokat élem most, amikor meg tudok, akkor azért néha hazajövök. Ha jól tudom, sikerült a Zári Szenszes edzői vizsgád. Igen, azt mindenféleképpen meg akartam várni, hogy azt be tudjam fejezni, és utána jött ez a nagyobb váltás, ugye az augusztus végére esett ennek a vizsgai időpontja. Az is sikerült, igaz a diplomaosztóra már nem tudtam hazajönni, mert pont egybeesett a gyereknek a születésével. Úgyhogy tehát nem tettem le az edzői dolgokról, csak most a kettő egyszerre még jelen pillanatban nem működik, úgyhogy szeretnék majd tovább foglalkozni azzal. Nyilván ki kell várni azt az időt most, hogy újra oda tudjak kerülni egy ilyen helyre. Most mit töltik ki a mindennapjaidat? Hát a kicsi babával foglalkozás, tényleg ezt tudom mondani. Még jelen pillanatban 5-7-es, tehát nagyon pici. És kell a segítség. Tehát az előző két gyerekemnél is ugyanígy volt. Tehát ez az égvilágon semmit nem változott ez a dolog. Úgyhogy azt mondhatom, hogy ha egyszerűen kell megfogalmazni, akkor apa szerepet töltök be. És szerintem egy fél évig ez el fog tartani, és tavasszal lehet esetleg érdekesebb már a jövő. Meglátjuk, hogy egyébként az meg mit fog hozni. Hogy érzed magad itt Hetényben egyébként, hiszen azért haza járogatsz mérkőzésekre, amikor vagy, akkor azért, ha jól látjuk, jobban megy a csapatnak. Hogy érzed itt magad? Jó. Hát, azon belül, hogy kecskeméti vagyok, Kecskeméten belül meg Hetényi. Úgyhogy a szüleim azok itt laknak, imádom 30 éve lassan. Úgyhogy szeretek ide járni. Hát egy egyszerű csapatunk van. Van egy mecénásunk, aki egybe tartja, úgyhogy azért le tudjuk játszani a mérkőzéseket. Az, hogy mennyire vagyunk sikeresek, az nagyon hullámzó tényleg. Nem hiszem, hogy én rajtam múlva, hogy most én pályán vagyok, vagy nem. Egyébként ez már a második szerepvállalásom itt a Hetény színeiben, mert még annó 21 év ezelőtt én játszottam itt egy fél évet ifistaként. Kecskemétről akkor ide kikerültem, és a felnőtt mezőnybe első éveim voltak így, amennyire visszaemlékszek rá. Úgyhogy a társaságunk jó, nagyon más, mint még akár a megye egy is. Úgyhogy, de viszont tényleg azt tudom mondani, hogy örömmel jövök mindig. Mondtad, hogy talán tavasszal dőlhet el a jövő. Ez a pedagógusi, vagy az edzői pályát illeti, vagy mind a kettőt esetleg? Én nézegettem kint is egyébként, hogy milyen lehetőség van ilyenre. Meg én örülnék, ha ott adódna ilyen. Azt azért el kell mondanom, hogy nagyon más világ egyébként ott Spanyolországban belekezdeni egy ilyenbe. Attól függetlenül, hogy neked van egy papírod, az még csak egy ilyen ajánló dolog lehet oda. Más szinten is vannak, nem lehetetlen a dolog. Nyilván a kapcsolati tőke, az úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen oda egy edzőt azt menedzselni kell, ugyanúgy, mint mondjuk hozzánk jönne egy külföldi játékos ide az országba. Tehát annélkül ez lehetetlen, hiába van meg a végzettséged. Próbálkozok azzal is, meglátjuk, hogy sikerül-e. Ha nem, akkor ugye Magyarországon nyitva áll még ugyanúgy minden a jövő szempontjából. Hát mondom, ki kell várni ezt az időt, úgyhogy a legjobbokat remélem. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat.